összejártam rég, minden tévedék. Jenei Mártonnak hívnak, 17 éves vagyok, ebben a hónapban már lassan 18. Az első István szakgimnáziumból érkeztem. Gyere közelebb, van, amit a szem nem lát, de jó, ha képzeled. Egy év alatt a versek és a költészet iránti szeretetem nagyon, nagyon nagy mértékben úgymond terjedt, ugyanis a verstáborban nagyon sokat tanultam, itt a színházban sokat kaptam a színészektől, új ismereteket szereztem, és mindenképpen tágítottam az ismeretségemet ebben a témakörben. Azért jelentkeztem idén is a versünepre, mert semmiképpen nem akartam kihagyni. Nagyon élveztem a tavalyit, nagyon élveztem, hogy kimehettem Erdélybe, hogy ott milyen kapcsolatokat szerezhettem, hogy ott milyen új érzések támadtak bennem. Csodálatos élmény volt, és mindenképp ezt át akartam élni újra. Sikerült bejutnom a döntőbe, ennek nagyon örülök, most pedig ezerre készülök a döntőben a versennel. Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőit, ahogy az iménti percekből már sejthetik és kitalálhatták. Stúdiónk mai vendége a 9. fehérvári versünnep 12 döntésének egyike, Jenei Márton. Szia Marci, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia, én is köszönöm szépen. Ugye most már nem első alkalommal jutottál be a döntőbe, és nem első alkalommal neveztél a fehérvári versünnepre. Hogyan, miként indultál el ezen az úton? Miért jelentkeztél egyáltalán ebbe a programba? Két éve azért jelentkeztem, mert kaptam egy, a Bogit megismertem, Ferenci Bogi, ő mondta, hogy van ez a, van a versünnep, és hogy nekem, én ott megállnám a helyem. És úgy gondoltam, hogy nagyon szeretem a verseket, úgy éreztem, hogy tudok is verset mondani, tudok beszélni, hogy megmutatnám magam zsűri előtt, hogy mit mondanak. És hát nagyon sok pozitív élmény ért az első évben, kijutottam Erdélybe, hatalmas tapasztalatok, és akkor úgy voltam vele, hogy mindenképpen jövök, és még több barátomat én is hoztam, én is meséltem nekik a versünepről, és őket is hoztam magammal. Ez egy ilyen jó kis közösség formáló dolog is, legalábbis ahogy nekem így lejött a kis elbeszélgetésekből, meg a különböző kis csapattalálkozókon, hogy azért egy jó kis közösség lettetek. Igen, nagyon, nagyon jó közösséggel alakultunk. Nagyon jó barátságok szerveződtek, egyre több embert ismerek már Erdélyből, ez az első, először voltam kint Erdélyben, és nagyon örülök azoknak a barátoknak, akiket ott szereztem, azokkal még ma is tartom a kapcsolatot. Hihetetlen csapat. Tök jó. Meg itt Fehérváron is, hiszen így a versünnepes fiatalok folyamatosan akcióznak mindenféle programokban. Minden hétköznap találkozunk, ugye Matúz János által szervezett kis előadások, ezeken mindig találkozunk, és így nem is tudjuk elkerülni egymást. Nemrégiben volt ugye Florália, ott is ott voltál? Milyen élmények voltak? Igen, ott voltam. Idén is voltam. Tavaly és tavaly előtt is voltam, az volt a legelső, amikor kezdődött a Florália. Az idei, hát mindig olyan hatalmas élmény, tényleg nagyon jó. Most mindig új emberek jönnek, új emberekkel dolgozik János. És mivel én már vagyok 3 éve, ezért jó látni. Te vagy a nagy öreg? Igen, úgymond. Jó látni ezt az általános szerveződést, hogy mindig valaki új jön, új barátok, és velük folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, amíg el nem mennek Pestre, vagy akárhova. Egyetemre, főiskolára nyilván. Hogyan kezdtél el foglalkozni a versekkel? Mert ugye a jelentkezési lapodon is azt írtad, hogy érdeklődsz a művészetek iránt, főleg az előadó művészet vonz, de azt is említetted, hogy a versek pedig mindig közel voltak a szívedhez. Honnan jött ez az érdeklődés? Hát megtaláltam magam a versekben. Nagyon sok, ahogy így
jött ez a úgymond kamasz korszakom. Nagyon sokat adtak a versek abban, hogy megtaláljam az érzéseimet. Nagyon sok érzés vajúdott bennem, és ezekben a versekben megtaláltam magam. És akkor ezt elmondani, ez egy újabb élmény és nagy tapasztalatok. És igen, az előadó művészet vonz, leginkább színmű, ahová készülök, jövőre érettségizem, és utána meg szeretném próbálni. És hát úgy érzem, hogy már kezd kifejlődni bennem ez az én tudatom. Nem tudom, hogy sikerül, de most nagyon jól el vagyok így, hogy a versnepen kapom a zsűritől nagyon sok, hogy fejlődtem, nagyon sok dicséretet kaptam, nem csak zsűritől, nagy emberektől, akiktől nem is vártam, kaptam az üzenetet. Nagyon örültem neki. Ez még jobban motivál. Ez egyébként segítség, hogy mondjuk ott akár az elődöntő vagy a döntő során milyen kritikai észrevételeket vagy mondjuk dicséreteket fogalmaznak meg? Ez mondjuk az építkezésben egy jó alapot adhat nektek? Igen, ez nagyon jó alapot ad. Én például nagyon hadartam, még most sem tudtam nagyon leállni, de versekben már nagyon figyelem, hogy kimondjam, mindent megrágjak, minden szónál ott legyek, mindent meg kimondjak. És visszavettem már ebből a gyorsabb hadarásomból is. És ebben nagyon sokat ugye a versnep segített, hogy miket kaptam, hogy mire figyeljek, és ezekre figyelek is. Meg amit ugye, hát amit a táborban tanultunk, az hatalmas tapasztalat. A táborban ugye ilyen komplex programok vannak, meséljük el a nézőknek, mert nem biztos, hogy mindenki tudja. Ilyen egymásra épülő gyakorlatilag tréningek. Az idén pedig a szerelem kerül a középpontba. Hát nem tudom, igen, hogy ez mondjuk mennyire jelent kihívást. Hát a táborban reggeli beszédtréningekkel kezdődött minden. Az nagyon-nagyon jó volt. Ott fel is ébredtünk. A kávé után ez már csak egy plusz dopping volt. Egy ilyen bónusz track. Igen, bónusz, igen. Aztán utána volt, hogy Kubikannával, az újak a Kubikannával készültek, egész héten vele voltunk, és elemeztük a verseket, amiket vittünk, ugye Arany János év volt, és Arany János verseket is kellett, meg családról szóló verseket kellett vinni, igen, ez volt a lényeg. És nagyon sokat tanultunk egymástól, Annától, természetesen, és hát és ott minden fejlesztett, ott a levegő is fejlesztő hatással volt tényleg. Egy ilyen inspiráló környezet, igen, nem? Igen. Az idei szerelem téma pedig nagyon is érdekes számomra, nagyon várom. Már úgy keresgélem is a verseket, hogy melyik lenne a legideálisabb, ami úgy rólam szól, és valamit mondott, jól elmondok. Többel is készülök, hogy majd mi lesz, ilyen a hét utolsó napjaiban szokott lenni, a utolsó napján volt. Igen, gála. Egy ilyen gála műsor, ahol szabadon választott verset lehetett vinni, és idén is szeretnék egyet vinni, vagy készülök valamivel. Még nem tudom mivel, de majd kitalálom még. Egy kicsit puskázok, Pirinszkivel és Kosztolányi Dezsővel indult el az idei versünnepen, hogyha helyes az információm. Te választottad a verseket, vagy a felkészítő tanárod Hegyi Gabriella segített, vagy valaki sugallt, hogy ezt választ, vagy a vers talált meg téged, ez hogy volt? Én úgy szoktam verset, most hát ebben az évben úgy választottam verset, hogy YouTube-on néztem nagy színészektől verseket, és megtaláltam Kosztolányi Dezsőnek a Boldog Szomorú Dal című versét, igen, ez volt az első, amit megtaláltam, és ez nagyon, nagyon megfogott. Ezt szerettem volna mondani, és közben kerestem másik verset, mert ugye kettőt kellett írni. Néztem Pilinszkit, nagyon jókat hallottam tőle is az előző versünepről, és végül is úgy döntöttem, hogy Pilinszki mellett maradok. Az utolsó percekben írtuk át a verset a Kosztolányiról Pilinszkire. Úgy éreztem, hogy Pilinszki közelebb is áll, és hogy Kosztolánynak a verse az még nem is vagyok hozzá annyira érett. Nagyon szép vers tényleg, de még nem hozzám való úgy fejben, a korban.
ki volt a mentorod, és milyen volt a közös munka, hiszen most már azért sokadik alkalommal a Vörös Marti Színházra egy ilyen mentorprogram is zajlik a versünnep keretében. Igen. Idén a Kerkei Ritával dolgoztam együtt. Látásból már ismertük egymást a színházban, egy közös darabba játszunk a régi múlt történetben, és először igazából nagyon örültem volna, hogyha férfi mentort kapok, de úgy érzem, hogy Ritával nagyon jól jártam, nagyon sokat tanultam tőle, rengeteget tanultam. Örültem, mert egy hullám hosszon voltunk tulajdonképpen, sok olyan gondolatot mondott, amit már én is úgy magamban megfogalmaztam, és ő már csak megerősítette. Ez nagyon, nagyon jó volt, inspiráló volt. Nagyon jól tartjuk most a kapcsolatot. Hatalmas élmény volt tényleg. Az utolsó hétben a döntő előtt szinte minden nap találkoztunk. Szóval így jól összemelegettünk meg a verssel is, és nagyon, nagyon jó volt, élmény volt. Az mondjuk jelentett neked valami pluszt, hogy mondjuk például Kerkeit is ott ült végig a döntőn, szorított érted, szorított neked, tehát hogy az egy ilyen plusz dolog volt neked? Igen, az nagyon nagy megnyúvás volt, mert így, hogy ott volt, úgy éreztem, hogy még mindig itt vagyunk vagy a teraszon, vagy az alaksori próbateremben, ott vagyunk ketten, és csak a hangoknak vagyunk, és csak az érzésnek. És ez jó volt, hogy tényleg ő is ott volt, rá is néztem párszor a vers közben, megnyugtatott, igen, jó volt, hogy ott volt. Volt egyébként még valamilyen utolsó útra való, amivel elindított téged a döntő napján, vagy akár hogy a színpadra, hogy lépjél fel, valami kis búcsú tanács? Igen, ugye szombaton volt a versünep, és pénteken még találkoztunk este egyszer, előadásunk volt éppen. Úgyhogy a két felvonás között találkoztunk. Akkor kellemeset a hasznossal. Igen, igen, igen. Igen, és elmondtam még a verset, úgy, ahogy megbeszéltük, mert nagyon sok mindent beszéltünk, aztán hirtelen nagyot változtattunk, ami nagyon jót tett a versnek. És azt mondtuk, hogy jó, ezt most megtartjuk, és nagyon jó volt ott. Elmondtam, megvolt a hatás, és akkor azt mondta, hogy jó, kapcsolj ki, holnap szedd össze magad, és mondd el a verset. Egyszer kell csak elmondanod. És akkor mondta neki, hogy jó. Mielőtt elkezdődött a versünep, találkoztunk, bejött hozzánk a pihenőbe, kaptam tőle egy verses kötetet, és mondta, hogy kint lesz, és figyel. És akkor mehetett minden. Én egyébként a színpadról, mintha, de nem biztos, hogy jól láttam, amikor végeztél a versmondással, akkor kerested is őt a tekinteteddel. Igen, igen, kerestem. Amikor mondták a zsűri, értékelt a zsűri, akkor is néha ránéztem, hogy esetleg mit ért egyet, vagy ő is hogy reagálja. Igen. Hogyan fogadtad a zsűri értékelését? Azt mondták, hogy fejlődtem, nagyon-nagyon örültem, mert én is úgy éreztem, hogy fejlődtem a versben is, a verssel is, és Kubik Anna azt mondta, hogy ő is mondta, hogy fejlődtem, és hogy a versben megtaláltam magam. Talán még... És te is így érezted? Igen, én is így éreztem. Igen, meg volt. No, a korábban a versünnepes vacsorán meg nagyon-nagyon óckodtál attól, hogy úristen, elsőnek lenni, meg nem szeretnéd kezdeni, aztán ugye egy ilyen rögtönzött hagyománnyal ott kiúztuk a sorrendet, hogy ki hányadikként fog föl állni majd a versünnep színpadára, és hát elsőként kellett fellépni. Ez tényleg olyan macerás volt, vagy amikor már tudtad, hogy te leszel az első, akkor megbirkóztál ezzel a feladattal, kénytelen voltál, más nem tehettél. Igen, igen, kénytelen voltam, de amúgy... Mikor kihúzták, hogy első, egyébként egy picit éreztem is, mielőtt kihúzták, hogy első lesz, és akkor mondtam magamban, hogy atya ég, mi lesz itt. És minél közelebb haladtunk a versünnephez, úgy éreztem, hogy de jó, hogy első vagyok. Ez is adott egy kis megnyugvást, hogy rendben, hogy én vagyok az első, és nehéz úgy kezdeni, de mégis annyira biztos voltam a verssel, hogy úgy éreztem, ez most meg lesz, odarakom, és akkor én leszek az első, utána majd csak hallgatom a barátaimat. És ez meg is volt, így is lett. Örültem egyébként az első helynek később.
Olyan jó, hogy azt mondod, hogy barátaimat, mert mondjuk a pihenőszobában, amikor így belenéztünk, ott a hangulatban tényleg az volt, hogy nem is verseny volt ez, hanem egy tök jó program, ahol irodalom meg verseket belő fiatalok összegyűlnek, és akkor egymásért szorítottatok, legalábbis én ezt így láttam. Igen, amikor vége lett egy versnek, mi is elkezdtünk elemezni, hallgattuk a zsűrit, és akkor velük együtt értettünk. Tényleg ez nem egyetlen volt egy versenyhangulat ott a pihenőszobában sem, meg amikor már az eredményhirdetés volt, akkor sem. Örültünk egymásnak, számolgattuk, hogy ki lehet az első, ki lesz most. Igen, így teljesen nem volt ilyen versenyhangulat egyáltalán. Ugye 11. évfolyamra jársz most, az azt jelenti, hogy jövőre egy érettségi időszakba fogsz belelépni, plusz ugye mondtad, hogy a színműre is szeretnél felvételizni. Már most elkezdted a felkészülést, vagy ez hogy van, hogy már folyamatosan válogatod, hogy mik azok a versek, amikkel majd oda készülsz, hogy néz ki ez a folyamat, mert nyilván ez ilyen nem egyik napról másikra dől el az ember életében. Nem, persze. Én is már elkezdtem nézegetni verseket, monológokat, de úgy vagyok vele, hogy igazából megtalálom őket. Kapok információkat, mert hogy ilyen ajánlatok, nem ajánlatokat, hanem hogy kapok tippeket, igen, a versek, milyen versek vannak, melyik darabból lenne egy jó monológ. Külön ugye van egy olyan része, hogy kell valami magánprodukciót vinni, az is már nagyjából kialakul a fejemben. Szóval folyamatosan készülök, és remélem elég lesz az egy év, hogy fölkészüljek mint lélekben, mint versekkel, és akkor az is mindjárt itt van tényleg, és akkor mellette az érettségi, hát nem tudom, hogy lesz. Van egyébként B-terv? Van. Ugye az első István gimnáziumban szakmát tanulok, a turizmus és vendéglátás. Ez nagyon jó szakma, ez úgymond a B-tervem. Hogyha nem jön össze az egyetem, akkor mindenképpen megcsinálom az ötödik évet, és utána vagy azzal, vagy az egyetemmel próbálok elhelyezkedni. Hát reméljük, hogy összejön elsőre az egyetem, de ha nem, akkor viszont még 2 évig jöhetsz a Fehérvári versenynepre, mert 13 évfolyamig lehet jelentkezni. Tényleg. Jövőre egyébként tervezed, hogy jelentkezel, jössz megint? Tervezem, igen. Tervezem, hogy jelentkezem mindenképpen, aztán, hogyha maradok, akkor szíves lennék majd táborcsináló is, de most még ez itt teljesen jó, tervezem. Hogyha valaki most nézi a beszélgetésünket, nyilván itt a korosztályodból, és mondjuk érdeklik a versek, szeretné magát kipróbálni, megmérettetni, vagy egyáltalán kis véleményre kíváncsi, hogy a saját útját járja-e, akkor nekik miért javasolnád a fehérvári versünnepet, hogy miért próbálják ki magukat? Azért ajánlom a fehérvári versünnepet, mert nagyon jó tapasztalatszerzés, hogyha marad az, hogy a döntőben mentorokat kapunk, akkor az még nagyobb élmény, hogy a színházbeli színészekkel, nagy színészekkel dolgozhatsz együtt. Ez is hatalmas élmény, és azt ajánlom, hogy senki ne féljen önmagától, találja meg magát a versekben, vagy csak élvezze a verset és mondja el, hallgassa meg a zsűrit, és abból szerezze magának tapasztalatokat is. És hogyha tényleg szeretne verset mondani, akkor az nagyon szép dolog, és akkor azt ne adja fel, mert abban mindig van valami szép. Köszönöm szépen ezeket a gondolatokat, mert egyébként mi is így gondoljuk, és szerintem nem csak a döntőbe bekerülni jó ebben a programban, hanem az elődöntőben is. A zsűri véleménye, meg úgy egyáltalában, hogy találkozhat egy ilyen nagyobb társasággal, hiszen azért mindig 30-40 körül jelentkeznek, akik irodalommal, verssel foglalkoznak és kortársak, már az valahol ajándék, nem? Igen, ez így van. Így van. Kortársakról volt szó. Ugye mindig fölteszi a zsűri azt a kérdést, hogy hát kortárs szerzők. Te se választottál még kortárs szerzőt, hogyha így visszanéztem a lapjaidat. Nem választottam még. Most Határgyőző volt, aki úgy közelebb volt, igen, úgymond. Hogy miért nem választanak? Miért nem, igen. Tulajdonképpen nem tudom. Nem tudom, hogy mi lehet az oka, hogy én sem választottam kortárs költőt,
hogyha sok-sok nagyon szép idézet van a versekből, és ezeket az idézeteket, hogyha megtalálja az ember, akkor na hát jó az idézet, de ezt megtalálja bármilyen közösségi oldalon, megkeresi a hozzátartozó verset, és ez általában egy ugye már nem kortárs költőtől van, Babits, Kosztolányi, akárkik. Én is találtam nagyon szép idézeteket, megtaláltam a verset, és megtetszett a vers, de úgy érzem, hogy a kortárs költőink, hát én nem is tudom, őket nem sok helyen látom a verseket, és nem is ismerek túl sokat, bevallom. Amelyeket ismerem őket, azokat a barátaimtól, és azok tényleg vannak nagyon szépek, vannak nagyon jók. Nem tudom, hogy mi lehet. Téged nem fogtak meg. Nem. Most hát nem tudom. Nem ismerek túl sokat. De mindenképpen szeretném ebben is tágítani az ismertségemet a kortárs költők terén, a műveik terén. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen én is. Köszönöm, hogy itt voltál. Nézőinknek köszönöm a figyelmüket, és hát maradjanak velünk, hiszen fehérvári beszélgetésekkel még jelentkezünk ezen a héten itt a Fehérvár Televízióban, sőt, folytatjuk majd a fehérvári versenynep döntőségének a bemutatását is. Köszönöm még egyszer a figyelmüket, viszontlátásra!